Gyermekkor. Hogyan is kezdődött? Logikusan levezetve úgy, hogy megszülettem, de az eszmélés pillanata számomra az otthonról való elszökés volt. Nem tudom, hány éves lehettem, de nagyon kicsi, épp hogy beszélni tudtam. A lakásunktól már nagyjából 100 méterre szemet szúrtam két néninek. Meg is kérdezte az egyik, hová megyek. Magabiztosan rávágtam. Világgá! Persze mellém szegődtek, érdekelte őket minden, hogy ki vagyok, mi a nevem, hol lakom, ilyenek. Mintha ezekre a kérdésekre, akár érettebb fővel olyan könnyű volna válaszolni. Így aztán életemben először, de nem utoljára bekísértek a rendőrségre. Egy kedves bácsi fogadott, hosszasan faggatott, de sajnos neki sem tudtam kielégítő feleletet adni a kilétemről. A következő órák kötetlen beszélgetéssel és süteményevéssel teltek. A szüleimnek végül a házmester, a lakók, a mentősök és az orvosok, valamint a talált tárgyak osztálya után a rendőrség is az eszébe jutott. Így leltek rám. De én azóta is egyfolytában szökésben vagyok. A szüleim. Előttem az ő kilétük is rejtély. Anyámhoz igazán csak akkor kerültem közel, amikor haldokolt. Azóta tudom, hogy a távozás közelsége félre söpri az apró cseprő dolgokat. Ott nincs habiszti, csak a frankó. 19-20 évesen hatalmas sétáim voltak Budapesten. Egy időben hájági is mellém szegődött. Kitűnő sétatársnak bizonyult, mert türelmetlen, csak a zsenialitást kereső töprengéseimre türelmesen azt felelte, hogy tulajdonképpen minden emberi lény zseni, csak hát a körülmények és egyéb gátló tényezők. Józan hangja kizökkentett a született tehetség kisé gicses tablójának szemléléséből. Ági 10 évvel később Londonban is elsőrangú idegenvezetőnek bizonyult. Vannak hölgyek, akikkel csak sétálni szabad. Minden további a peripatetikus elme pallírozás rovására menne. Mindebből következik az is, hogy nem ismerjük fel az ember valódi énjét, mindösszesen abból, amit csinált vagy csinál. Így volt ez anyámmal is, akit gentry lányból tett a sors proletárasszonyjá. De annyi minden volt még ezen kívül. Ha tehetném, emlékművet állítanék neki szavakból és mondatokból. Szerelemből házasodott, és nagyon várt engem, az első gyermekét. Vigyázott magára, így rám is, ugyanis 56-ban volt velem viselős. A ferencvárosi lakásból gyakran lehetett hallani a fegyverropogást. Egy sorozat be is spriccelt hozzánk, egy darabig még látszottak a falban a golyónyomok. Lázadó természetemet anyámtól örököltem. Mindhárom házassága alapjában véve lázadás volt. Hogy mi ellen? A forgatókönyv ellen, amit megírtak neki. Sokat, de nem eleget mesélt erről. Süldőlányként átélte Budapest bombázását. A légópincében a németektől és az oroszoktól egyaránt féltette magát és szeretteit. A háború után, a társadalmi újjászerveződés évei alatt nagyapám még évekig nem talált vissza a családfő klasszikus szerepéhez. A formák rögzültek, miközben minden formátlanult, furcsa metódusokba, új ideológiákba kapaszkodott. Sárika, az anyám mindezt az ösztöneivel vette le, hazugságnak érezte az otthoni úrhatnámságot, s fiatalon hozzáment Karcsihoz, az első emberhez, aki udvarolt neki. Volt is nagy felhördülés. A családfő szerint Karcsi rangon alulinak, mezaliónsznak számított, mert fuvaros volt és borral seftelt. A kocsisoknak fogod a bort mérni, mondogatta nagyapám. Anyám még erre is hajlandó lett volna, annyira le akart már kopni otthonról. Ehelyett a későbbiekben állandóan várta a férjét, aki foglalkozása révén gyakran utazott. Ilyenkor jól berúgott, hazatérve pedig alaposan eldöngette Sárikát, aki aránylag nagy árat fizetett így a lázadásért. Az áldatlan állapotnak néhány év múlva anyám nővére Éva vetett véget. Összeszedte Sárika cuccait, majd erélyesen kiragadta őt az agresszív boros hordó karmaiból. A vállóper már Éva oltalmában és vezényletével történt.
Jóska, az apám lett az új férjjelölt. Őrzök egy fényképet a szüleimről. Elég jó a beállítás. Egymás szerelmétől eltelve mosolyognak a lencsébe. Anyám csinos, fiatal nő, aféle vadvirág, de apám is ügyesen egyensúlyoz a snájdi katonatiszt és a bohém között. Amolyan Puskin jelenség. Tisztes erdélyi polgári hátterével tulajdonképpen ő is mezalliansznak számított, de addigra már Sárika családján belül minden jóvá tehetetlenül szétdarabolódott. Laci, az elsőszülött fiú, az első keresetéből kiöltözködött a kor divatja szerint Jampec módra, a sérót hátranyalta, és 56-ban az első adandó alkalommal megpattant Ausztráliába. Remélem, sikerült ott szertenni egy rózsaszín Chevroletre. Éva is disszidált, Németországba költözött, Miklós pedig vidékre házasodott. Nem merülhetett fel immár semmilyen nyomósabb gentri ellenérv a szüleim egybekelésével szemben. Ferencvárosba költöztek, a Lombos Mester utca leglepukkantabb bérházába. Valaha laktanya volt ott, a földszint és az első emelet egyik szárnya pedig munkásszállásként funkcionált. A mai napig áll a ház, a ferencvárosi tömbrehabilitáció, talán perverzitásból nem ítélte le bontásra. A felhő és térképszerű kopások, vakolathullások befészkelték magukat a tudatalattimba. Visszaköszöntek gyermekrajzaimban, úgyhogy nekem a költővel ellentétben térképet állj. A fényképen látható idill nem sokáig tarthatott. Máig emlékszem az ordítozásokra, szerelmi szitkokra, tányértörésekre és verésekre. Biztos nagyon szerették egymást, azért lehetett szükség erre a kisülésszerű proli vircsaftra. De emlékszem a nagy összeborulásokra is, az Erkel Színházban tett látogatásokra, nekem a hangolás volt a legizgalmasabb. A kirándulásokra, a mozira, a mesefilmet hamar eluntam, de élveztem a sokat mondó félhomályt. A cukrászdákra, akkor még létezett ilyen kamarazenekari felállás, cselló, dob, zongora és szakszit. És a játszóterekre. A rokonlátogatások. A fent leírtak alapján legalábbis a felnőtteknek nem lehetett valami nagy buli, de a gyerekek még ezt is át tudták lelkesíteni. Család voltunk a családban, mi, ki tudja hányat fokú unokatestvérek. Az összetolt bútorok külön szigetparadicsomként funkcionáltak számunkra. Egy spárga, egy zsiráf, melyből kilógott az Afrik, évekig kincsek maradtak. A felnőttek nem túl sokat törődtek velünk, átbeszéltek a fejünk felett. Amennyire vissza tudok emlékezni a fő motívumokra, félművet anekdotázás, női pletykák, receptcserék, a karrier magyar változatai, az úri világból átmentett rasszista viccek. Utólag elmondhatom, nem a saját korukban éltek. Fiatalságuk dacára a 60-as évek mélyebb nyomok nélkül húztak el felettük. A szüleim valahogy kilógtak közülük, jó és rossz értelemben egyaránt. Anyám lázadását már említettem. Fokozatosan tudatosult bennem, hogy mi vagyunk a szegény rokonok. Ez a ráeszmélés segítette elő ettől az anakronisztikus lokálpatriotizmustól való érzelmi elszakadást. Ez is egyfajta szökési kísérletnek mondható. Más volt Sárika a népies lefelé igazodásában is. Szeretett játszani. Ezért lett rosszul fizetett bölcsödei gondozónő. Bizsukat, műszálas pulóvereket hordani, strandolni, pancsizni, valamint kirakatok előtt felsóhajtani. Szélsőséges adifan lévén nagy pátosszal szavalta, csókkal, csókfélével bírom én is bírtam. Muzikalitása lenyűgözött, nehéz alterált dallamokat is visszaénekelt. A Libavárban, vagyis a lányinternátusban viszont a rossz zongoratanárnők sikeresen megutáltatták vele a szisztematikus zenei képzést. A tájmja csapni való volt, a mai napig radírozgatom magamból Parlando rubátóját. Változatos repertoárt hordott össze, éneket álnépdalt, tót akcentussal, igazi és nem igazi népzenét. Az ó Tannenbaumot németül, özönvíz előtt is lágereket, vallásos korálokat, és még hosszan sorolhatnám mi mindent. És a meséi.
Romantikus, gicses, humoros és népies meseszövései sikeresen segítettek át a tagolt magyar beszéd és a kezdetleges írásbeliség buktatóin. A lefelé igazodása érdemel még néhány szót. Velem ellentétben szeretett trécselni az emberekkel. Hiányzott belőle minden, ami leereszkedő. Bizalmasan beszéltek vele még a beteges, deviáns emberek is, a gyerekek pedig körülrajongták. Apám mássága már keményebb falat. Kleptomániás volt. A rokon látogatások alkalmával rendre eltűntek apróbb tárgyak, kisebb pénzösszegek. A helyzetet inkább súlyosbította, mint enyhítette a kár jelentéktelensége. Ettől a szegény rokon státusz morbid színezetet kapott. Nagyon kiábrándító élményem például, mikor pénzt gyűjtöttem anyám szülinapjára, s kiborítva a persejmalac tartalmát, hiányoztak a gyerekszemmel oly súlyos forintok. Sárika mód felett restelte az egészet, és valahol én is azt éreztem, hogy apám ezzel minket is bemocskol. Hát még amikor önmagamban is felfedeztem ezt az undorító hajlamot. Soha nem felejtem el a perverz örömöt, amit iskolai pattársam idézett elő, műbőrnotesz a pánikszerű keresgélésével. Vagy mikor idősebb srácok biztatására berohantam a sarki közértbe, s minden trükköt, manővert mellőzve a csokoládék közé markoltam. Szerencsére néhány ilyen akció után elkaptak, és alaposan elvették a kedvem a további kísérletezéstől. Valahogy leszoktam róla még gyerekfejjel, mint más a körömrágásról. Azóta undorodom a tolvajoktól, de néha még ma is azon kapom magam, hogy amikor valaki őrizetlenül hagyja az értékeit, azt nem a bizalom jelének tekintem, hanem tapintatlanságnak. Apám képes volt felettetni hajlamait. Tudott szellemes lenni, afféle társaság kedvence volt, és kilengéseinek ezzel egyfajta bohém színezetet adott. Egyszer még vőlegényként nagyobb pénzösszeghez jutott, aminek egy részét elmulatta, a maradékot meg az emberek közé szórta az utcán, gyönyörködve abban, hogyan áldoznak a mammonnak. Néha leeresztett, egy-egy nagy vendégség alatt elaludt a padlón. Művész hajlamainak az apai nagyapám sikerrel állt ellen. Nem bízott a képzőművész karrier sikerében, ezért a mérnöki pálya felé terelte apámat, mert nyilván azt gondolta, hogy rajzkészségét ott is kamatoztathatja. Tudtommal kiváló volt a szakmájában, mindenki tisztelte, de kevesen szerették igazán. Munkahelyén nem szívesen pakolta el a dolgokat, inkább festett egy ijesztő tigris fejet, és azzal takarta le az asztalt. A Mester utcában működött egy kerámia műhely, oda szívesen lejárt gyúrni az anyagot. A pincében varázslatos mikrovilág tárult elénk. Azóta tudom, hogy ahol kreatív munkát végeznek, ott nem alakul ki a lehangoló munkahely atmoszféra, a páriasos áporodott kigőzölgése. Iszonyú meleg fogadott minket odalent, mégis kedélyes volt a légkör, s mikor az ember már végképp nem bírta, felmenekült az utcára. Egy-egy ilyen látogatás után ötször olyan jól esett a Bambi, mint egyébként. A korongon, a szemem láttára formálódott egy-egy kancsó, amiket később a kemencében égettek ki. Apám próbálkozásai közül egy adi fejre pontosan emlékszem. Kihangsúlyozta a nagy szemet és az oldalra fésült homlokba hulló hajat, de az akaratos, kisé bénulta lebiggyedő érzéki szájat már nem sikerült elkapnia. Munkáiból még egy bányász alakot sikerül felidéznem. Kissé a kor ízlésének megfelelően szocreál, de ügyesen ábrázolja a tagjaiban merevülő olmos fáradtságot, amint éppen letéve a csákányt cigarettára gyújt. Arra jó egy ilyen leírás, hogy tudatosuljanak az életemre ható történelmi és familiáris erők. Persze a felelősség alól nem lehet kibújni, de több, mint érdekes farkas szemet nézni az egyéni sorsot determináló deevolúcióval, amit a többség fejlődésnek tart. Mikor Ildikó, a húgom óvodás lett, végképp kiderült, hogy valami nincs velünk rendben. Eltanácsolták az oviból, avval az indokkal, hogy a szellemi fejlődésben súlyosan visszamaradott. S valóban egyáltalán nem tudott beszélni. Ellenben tisztán énekelt. És ez már gyermekfejjel elgondolkoztatott.
Felügyelet nélkül állandó életveszély fenyegette. Belerohant tűzbe, vízbe. Hiányoztak belőle az élet fenntartásához szükséges ösztönök. A tekintetében viszont nem láttam a fogyatékosok szokásos retardáltságát. Szemeit inkább bölcsnek mondanám, mint aki túl van az élet apró cseprő dolgain. Átnézett mindenen. Az volt a benyomásom, mintha nem azért volna beszédképtelen, mert nem képes szavak, mondatok begyakorlására, hanem mert talán elutasítja a kommunikációnak ezt a primitív formáját. Nem ritkán az evilági életre alkalmatlan, minden tudónak tűnt. Persze intézetbe került, borzasztó helyeken láttam viszont látogatóként. Rácsos ágyban fekvő, kifacsart tagokkal vonagló, artikulátlanul üvöltöző, az életminőség morzsáit szedegető szerencsétlenek között. Időnként megjelent, például karácsonykor családunkban, távolodó jövevényként. A szép ruhákat, játékokat közömbösen fogadta. A szeretet megnyilvánulást igényelte, de látszólag nem viszonozta. Az üdítőnek örült, de az üveg talpa felől próbálta inni. Egyre messzebb került tőlünk, egyre körülményesebbé vált vele a kontaktus. Végül egy kis Tolna megyei faluba került, ott is halt meg, 31 néhány évesen. Akkor még nem tudtam, hogy nem csak mi velünk nincs rendben valami. Nem tudtam, hogy amit kultúrának, társadalmi rendnek nevezünk, az egy viszonylagos érvényű, sok esetben önmagunkra erőszakolt valami, és ennek az inflálódott értékrendnek az utolsó morzsáit éljük fel, mi emberek. S ha netán ezt valaki ki ismeri mondani, a többség feszítsd meget és barabást kiált. Jól lehet, a fejsze pedig már ott van a fák gyökerén. Emlékszem egy másik szökésemre. Egy az életemben jelentéktelen szerepet játszó fiúnak ecseteltem egy nyári délután a tervemet. Elmegyek világgá, s itt hagyom a szüleimet. Kérdésére vajon hogy fogom magam fenntartani, kitérő homályos válaszokat adtam. Persze elárult. Egyszer csak látom, hogy anyám szalad felém. Elfutottam előle, és önmagam elől is. Beesteledett, és magányobban felrém lett előttem Sárika anyatigris tekintete, és ez megrendített. Elálltam a szándékomtól. Gyakran ábrándoztam ebben az időben a szüleim haláláról. Elképzeltem, hogy magamhoz veszem a pénzüket, és teljesen egyedül fogok élni. Vágytam arra is, hogy képes legyek mindenre egyszerre gondolni. Törekedtem rá, de sajnos nem sikerült. Később, körülbelül 28 évesen egy röpke pillanatra megadatott ez nekem. Azóta tudom, hogy van Isten, és hogy az ő lénye fogalmi szinten nem megragadható. Ahogy Ézsaiás írja, a ti gondolataitok nem az én gondolataim. Az is kiderült ebből az illuminációból, hogy az elme nem képes a szellemi dimenzió befogására, az intelligencia fókuszába csak ritkán kerül szellemi igazság. Tehát az igazán bölcs, szerény. Általában kételkedem abban, hogy magabiztos ember találkozhat Istennel, legfeljebb, amikor az elméje épp kihagy. Lepukkant, ám kedélyes hely volt a Ferencváros a 60-as években. Csörömpölő tuják, hajnalban mogorván munkába menő melósok, kézikocsitoló guberálók, szájukban a szüntelen kialvó szivarcsutkával. Közismert félnótások, például a Füttyös Gyurka, aki újságját marokra fogva csapkodta a házak falát és a nők fenekét. Az utcán recitatívóban gajdolták, jeges, jeges. Mivel akkor még nem volt mai értelemben vett hűtőszekrény, a háziasszonyok a dallamos óbégatásra vödrökkel siettek az utcára, hogy ott a kordéró jégcsákánnyal adagolják nekik a húst és az egyéb romlandó árut, akár napokig tartósító jeget. A másik dallamos szónoklat így szólt Tisztakvártban, szódás, szódavizet. A szódát is lovaskocsiról adagolták a 60-as években, és ismét csak többnyire asszonyok siettek le a bérházakból a csereüvegeikkel. Nagy kitüntetés, néha felülhettem a szódás lóra. A játszótereken galerik alakultak, véresen játékos banda háborúkkal. A kocsmákban vizezett sört csapoltak sok habbal.
A kommersz barackhoz főtt tojás, ruszli, állott szendvics dukált. A Schuster üzlet munkaidő után próbahelyé alakult át. Klarinéttal, tangóharmonikával gyakoroltak. Bandi bá a trafikos szálanként is árulta a cigarettát. Az sem volt probléma, ha a törzsvendég csak napok múlva fizetett. Szűk kis boltja valóságos peremvárosi agóraként működött. Lehetett ott tantusszal telefonálni, aktuális skandalumokról informálódni, totózni vagy akár 21-ezni is filléres alapon. A néhány négyzetméternyi üzlet gyerekszemmel igazi kincses bányának tűnt. A jellegzetes diák csemege sósborszesszel töltött cukorka. Ára 20 fillér. Lehetett ott kapni úgynevezett melegfagyit, azaz csokikrémmel töltött fagylalt alakú ostját. Gitárt formázó kulcstartót. Töltőtollat, amit ha mozgatott a vásárló, a rajta látható dúskeblű hölgy lemeztelenedett. Árult Bandi bácsi mindenféle fegyvert. Vízipisztolyt, műanyagkardot, dugós puskát, lapos elemmel működő géppisztolyt, ami félelmetesen berregett és kattogott. De a legkelendőbb a patronnal működő forgó táras kolt volt. Akadt ott szivacsból készült tulipán vagy kör alakú zsebtükör, aminek a hátoldaláról az akkori idők sztárjai mosolyogtak. Máté Péter, Szécsi Pál, Brigitte Bardot, a Beatles, az Illés, a Metro és az Omega, vagy éppen Radics Béla. Az általános iskola nem tűnt túlságosan vonzó helynek. Már a legelső nap szoronggal léptem át a küszöbét. A pedellus félelmet keltő tekintét árasztott. És a gyerek társaim, hozzám képest a legtöbb beavatott benfentesnek látszott. A zsivaj már fokozhatatlan volt, a tanárok csak üggyel bajjal tudták uralni a helyzetet. Az iskola udvar szürkés-vöröses téglafallal határolt területén sehol egy fa vagy növény, csak a beton keményre döngölt föld. A legérdekesebbnek talán a kötéllel mozgatható csiga szerkezet tűnt, ezzel húzták fel az emeletre a vödörben adagolt szenet. Ha valaki erre felkapaszkodott, miközben játszótársai több méterre a levegőbe emelték, az a bizalom ne továbbját jelentette, mivel többnyire egymás rovására ment a játék. Aki nem tartozott valamelyik klikhez, az rendszerint alul maradt a szabad foglalkozásnak nevezett versengésben. Műmárványtábla hirdeti még ma is az iskola nevezetességét, tudnillik, hogy itt tanult valaha József Attila. Feltűnő helyen valamiféle belső homlokzaton állt tőle az idézet. Dolgozni csak pontosan szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes. Sok évvel később tudtam meg, hogy az idézet így, kiragadva a szöveg összefüggésből hatalmas csúsztatás, ugyanis ez a félmondat előzi meg, ne légy szeles, bár a munkádon más keres. A menza abszolút tekintélye Németh néni, a mi bérkaszárnyánk házmesternéje volt. Már a termete tiszteletet parancsolt. Napóleoni tekintettel nézett át a gyerekek feje felett. Tőle függött, kikap repetát. Ami engem illet, többször hagytam ott a ragacsos csúszát vagy az áporodott kelkáposzta főzeléket. A tanárokra jellegzetes csúfnevek ragadtak. A torna tanárt csirkének nevezték, ki tudja miért. Rendőrsíppal a szájában, tréning alsóban egzecíroztatott minket. Az ének tanárt Skála Marcinak hívták, valószínűleg azért, mert a túlzott muzikalitás cikinek számított. Nem tartom ezt feltétlenül igazságtalannak, mert a hagyományos zenei oktatás már akkor elszakadt az aktuális zenei trendektől. Általában, amit oktatásnak neveznek, az szerintem a mai napig sokszorosan alulmúlja a képzésről, tanításról kialakult klasszikus ideált. Inkább idomításról lehet itt szó, írástudó analfabéták neveléséről. Nem gondolkodásra serkentik az embereket, hanem magolásra. Aki sok anyagot képes bebiflázni viszonylag rövid idő, egy vagy két évtized alatt, azt tartják okos embernek. A reál tárgyakat mindig utáltam, pedig ha akkor elmagyarázza valaki, hogy az egy több, mint a kettő, azt hiszem tűrhető matekos vált volna belőlem.
A humán tárgyakhoz vonzódtam ugyan, de a külalakom és az önálló gondolkodásra való hajlamom meglehetősen lehúzták a tanulmányi átlagomat. Nem számított, hogy netán rím és forma érzékeny a nebuló, a hasonlat és a metafora közti különbség pontos definícióját ellenben elvárták. Így lettem iskolakerül.